uraim, nyílő emigráns korszakáról szeretnék beszélni, de egy-két előzményt, ha megengednek, felemlítenék, hogy érthető legyen, hogy miről is van szó. Pomogács Béla részletesen kitért a transzilvánizmusra. Ebben nem akarnék belemenni, hogy az pontosan mi vagy milyen elemei vannak, de azt megemlíteném, hogy Nyírő Józsefnek egy kettős kötődése volt a 20-as, 30-as években. Nem csak transzilvánista író volt, hanem az Országos Magyar Párt lapjának, a Keleti Újságnak munkatársa, és más eszmeiséget képviselt a Erdély Szépmíves cég, az Erdély Helikon íróközösség, a transzilvánizmust, mint a Keleti Újság, a Magyar Párt lapja és a Magyar Párt. A Magyar Párt egyetemes magyar megoldást keresett, nem akarom önöknek lefordítani, hogy ez mit jelent. Azt hiszem, gondolhatnak rá, vagy megértik, mondjuk ez az egyetemes magyarság keresés, ez előre mutatott a bécsi döntések irányába. Talán ennyit erről. Nyírő 1942-től az Erdélyi Párt tagjaként, kolozsvári tagozata vezetőjeként, behívott képviselő volt a Magyarországgyűlésbe, így jutott Sopronba, és megemlíteném, hogy túl a nagyszerű filmjén az emberek a Havasokon, a Szőcs Istvánnal közösen alkotott, és a Velencei Biennálén művészeti fődíjat kapott alkotáson, az a műve a jelentős ebben az időszakban, amiről Márkus Béla nagyon szépen beszélt. Én annyit tennék hozzá, hogy a székely író, nyírő eltűnni látszik, nincs az a virágos székely nyelv, tájnyelv, egy komorabb, eszköztelenebb irodalmi stílust alakít ki saját maga számára. Beke György egészen odáig ment el, hogy a néma küzdelem az rokon, a kor, vagy ha tetszik, a népi írók szociográfikus törekvéseivel. Én ezt elfogadom Beke Györgytől, azt is elfogadom, amit Márkus Béla mondott, hogy talán nem egészen mezőségi regény, hanem általában erdészette a szorvány kérdést vizsgálja, és így egyetemesen erdélyi alkotásnak tekinthető. Ez a szociográfikus vonulat, vagy társadalmi regényszerűség, valóságirodalom irány, ez az emigrációban tovább megy Nyírő József munkásságában. Két regénynek mondható alkotása van az emigrációban, a Zöld Csillag és az Íme az emberek. Az Íme az emberek az folytatja azt a valóságirodalmi vagy szociográfikus vonulatot, mint amiről Márkus Béla a néma küzdelem esetében, a néma küzdelmet illetően beszélt. Nyírő 1945. március 28-án ült fel arra a vonatra, amely Sopronból, a bombázott és a szovjetekkel körülzárt Sopronból elindult az emigrációba, elindult Bajorországba. Vollabergbe érkezett, illetve nem oda, Freiburgba érkezett meg a vonat, Vollabergbe telepítették azt az emigráns csoportot, most már emigráns csoport, főleg volt országgyűlési képviselőket, amely csoport tagja volt maga Nyírő József és a felesége. Egy lelki megrendülést, válságot jelentett Nyírő József számára az a körülmény, hogy szülőföldjét el kellett hagynia. A szülőföldet többszörös értelemben használom, hiszen szűkebb értelemben Székely Zsombort és a Székelyföld a szülőföldje, tágabban Erdély, de egyetemes magyarként gondolkozott egyre inkább, tehát amikor Sopront hagyta el, akkor is a szülőföldjét hagyta el, mert szélesebb értelemben a szülőföldje a Kárpát-medence volt Nyírő Józsefnek, és az ő célja a Kárpát-medence
minél teljesebb egységének megteremtése lett volna. Ezért támogatta annak idején Horthy Miklós politikáját, ezért küzdött a Magyar Erő szerkesztésével, hogy győzzön a Magyar Honvéd, mert tisztában volt azzal, hogy 1918 után vagy 20 után Trianonban azért került az ő népe, a székelység és erdélyi magyarsága kisebbségi körülmények közé, ezért a többi elszakított terület magyarsága, mert elvesztettünk egy háborút, és még egyszer egy háborút elveszteni nem szabad. Tehát a nyílő logikájában ez volt, hogy győzzön a Magyar Honvéd, és egy egészséges gondolkodású magyar író, magyar értelmiségi, hát miért küzdött volna, miért szorított volna másért, mint hogy emelkedjen a nemzete, és adott esetben ez a nemzet és az ország területének egyben tartását jelentette volna, az pedig másképpen el nem érhető, mint a Magyar Honvéd győzelmével. Ez a fajta egyetemes magyar gondolkodás, ez Nyírő József munkásságában, az emigrációban egyre inkább erősödik. Tehát volt egyfajta hűség benne a transzilvánizmus nemes gondolataihoz, de a hangsúly az egyre inkább az egyetemes magyar kötődésre tevődött. Ez megnyilvánul olyasmiban, hogy amikor erdélyi magyar arisztokraták és mások az Amerikai Egyesült Államokban 1951-ben Erdélyi Szövetséget alapítottak, hogy Nyírő József távol tartotta magát az Erdélyi Szövetség alapításától, nem mintha ő nem lett volna erdélyi, de azt mondta, hogy ilyen regionális gondolkodással nem oszthatjuk meg a magyarságot. Egy magyar nemzet van, mi az ördögnek külön Erdélyi Szövetséget alakítani. És aztán két dologra utalnék. A transzilvánista, regionalista gondolkodásnak a mintapéldája az Kós Károly Erdély című művelődéstörténeti tanulmánya, amiben nem fogom részletezni, de különböző érvekkel azt bizonygatja, hogy Erdély tulajdonképpen sohasem volt Magyarország szerves része, hanem ez mindig külön világ volt. Hát ez egy történelmi, politikai, nemzetpolitikai gondolkozási öngyilkosság, amit a Kós az adott könyvében felállít, de elmondanám, hogy miért teszi. Azért teszi, mert a revíziót, vagy a történelmi Magyarország helyreállítását adott történelmi időszakban nem tudja elképzelhetőnek. Ellenben reálisnak látja, hogy elérhető egyszer egy széleskörű autonómiát élvező, vagy egy független Erdély, és azt sugallja az Erdély című könyvében, hogy Erdély mindig független volt, vagy mindig széleskörű autonómiát élvezett, tehát ebből következik, hogy megint az lenne a jó, hogyha egy széleskörű autonómiát élvező, vagy független Erdély lenne. Tehát ez az ok. De ezt azért mondtam el, mert az emigrációban Nyírő József írt egy nemzetpolitikai tanulmányt, az a címe, hogy mi az igazság Erdély esetében. És ebben pontosan az ellenkező tétellel találkozunk, tehát nem arról van szó, hogy Erdély mindig külön állt, hanem az bizonygatja történelmi érvekkel, hogy Erdély ezer esztendőn keresztül a történelmi Magyarország része volt. Tehát jó, hogy meghallgattuk Pomogács Béla transzilvánista előadását, mert így, akik itt voltak, ízelítőt kaptak abból, hogy mi a transzilvánizmus, viszont Nyírő József munkásságának vagy gondolkodásmódjának van egy íve, a regionálisból, provincionálisból, az erdélyi
begobózásból, befelé fordulásból egy egyetemes magyar gondolkodás felé szélesedik ki az életmű, történelmi eszében, könyveiben egy ilyen egyetemes magyar gondolkodással találkozunk. Aztán most, amikor az alaptörvény megalkotása során szóba jött a jogfolytonosságnak a helyreállítása, és erre többé-kevésbé mondjuk jelképes formában a preambulumban talán sor is került, számba lehetett volna venni egy epizódot a magyarság történetéből, az emigráció történetéből. Ez az 1947-es altötingi országgyűlés volt. Erre az emigráns magyarok nagyon sokat hivatkoznak. Mi történt 1947. augusztus 19-én és 20-án altöttingben? Kótai Zoltán prelátus felhasználta a napot, Szent István napját, és hogy ilyenkor zarándoklat megy a Töttingbe, és a zarándoklat örve alatt összehívták az emigrációban tartózkodó magyarországgyűlési képviselőket, durván 60-at lehetett összeszedni, és ez vita tárgya lehetne, tehát én nem állítom, hogy ez feltétlen így van, de az emigráns gondolkodók jelentős része úgy érezte, hogy ez az esemény, az 1947. augusztus 19-20-ai altöttingi országgyűlés, ez folyamatos a történelmi alkotmánnyal, a történelmi Magyarországgal, tehát ahol a jogfolytonosság megszakadt 44-ben a háború alatt, azt folytatná altötting. Ez egy érdekes gondolat, nem én fogom megválaszolni, hogy ez így van vagy sem, de hogy miért mondtam el ezt, azért, mert Nyírő József is ott volt 1947. augusztusában altöttingben, mint országgyűlési képviselő, és nem csak ott volt, hanem amikor Kisbarnoki Farkas Ferenc vezetésével emigráns kormány alakult, ennek az emigráns kormánynak a kultuszminisztere Nyírő József lett, és egyik miniszter társával, Máté Imrével, aki nem azonos az emigráns költővel, együtt töltötték be azt a feladatot, hogy Horthy Miklós kormányzó urat tudósították erről a közjogi aktusról, ami altöttingben 1947-ben megtörtént. 1947, lassan abba hagyom, mert lejár az idő, fontos évszám abból a szempontból is, hogyha jól emlékszem, februárban Rajk László megkísérli Nyírő Józsefet kikérni a Szövetséges Ellenőrző Bizottságtól, és ez Nyírő Józsefre ösztönzően hat, én legalábbis úgy látom, a dátumok, a publikációk ismeretében, hogy addig, amíg erre nem került sor, nem nagyon publikált, tehát hallgatott, egy depresszióba eshetett 45-ben Nyírő József, ami könnyen lehet, hogy 47-ig tartott, és ez a pofon, hogy teljesen alaptalanul, igaztalanul felvették a háborús bűnösök listájára, és hogy Rajk ki akarta kérni, ez úgy látszik, kihozta a depressziójából Nyírő Józsefet, és aktív munkatársa lett az emigráns sajtónak. Az emigráns sajtó egyébként egy áttekinthetetlen kásahegy. Annyi emigráns újság volt, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, és aki azt mondja magáról, hogy minden emigráns lapot ismer, az hazudik. Én nagyon sokat is igyekeztem megismerni, abból összeállt ez a Mi az igazság Erdély esetében kötet. A két regénnyel kapcsolatban, a Ime az emberekkel és a Zöld csillaggal kapcsolatban megemlíteném még, hogy mind a kettőnek hőse
Kele János vagy Telel János látóember, tehát ahogy a korai nyírő novellák táltosokkal, látóemberekkel vannak tele, ugyanez mondható el Vasalbert munkásságról is. Nyírőnél mondjuk Üdő Márton egy ilyen gyakorta szereplő látóember. Az emigrációban korszerűbb formában jelentkezik Kele János személyében. Ez a Kele János valós figura 20-as, 30-as években Magyarországon, vagy éppen Németországban, mikor hol élt, a rendőrség használta arra, hogy eltűnt fiatalkorúakat, vagy bűnözőket kerítettek elő Kele Jánossal, és Nyírő azért írta bele mindkét regényébe, talán azért is, mert segített Nyírőnek, hogy miként veheti fel a Magyarországon, Erdélyben élő családtagjaival a kapcsolatot. Kele János mondta meg neki, hogy rövidesen érkezni fog egy Kozó Júlia nevezetű festőművésznő, aki mindent tud a családjáról, és így is lett, valóban határokon átszökött Kozó Júlia, és közölte Nyírővel, hogy a Magyarországon és Erdélyben élő családtagjai hogy vannak. Az utolsó írásról talán néhány mondatot hadd mondjak, küzdelem a halállal, vagy a túlvilág küszöbén, két változatban ismeretes ez az írás. Ahogy mondjuk Németh László vérnyomásnaplót vezetett és írt a hipertóniájáról, úgy Nyírő József ebben az írásban a saját búját, betegségét, tüdőbaját, szívbaját, azt, hogy annyira nem kap levegőt, hogy lefeküdni nem tud, szenvedését írja le. Búcsúzik szeretteitől, kedves feleségétől, aki infinitivuszokban beszéli a spanyol nyelvet, a magyaron kívül semmilyen nyelven nem beszél. Hazagondol Erdélyre, a Kárpát-medence magyarságára, és várja azt az időt, amikor legalább a lelke, de gondolom inkább gondolta volna, inkább vágyta volna a testét, hazatalál a Házsongárdi temetőbe, vagy a Székely udvarhelyi temetőbe. Most tartunk itt, köszönöm a figyelmet!